Ukrajna újjáépítéséről szóló konferenciát tartanak a svájci Lugánóban. A találkozón részt vesz Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Denis Smihál, ukrán miniszterelnök is. A kétnapos találkozón mintegy 40 potenciális donorország, valamint nemzetközi szervezetek és pénzügyi intézmények vesznek részt. Az eseményen a koronavírus válság utáni segély és támogatási programok mintájára háború utáni újjáépítési alap létrehozására terjesztett elő javaslatot az Európai Beruházási Bank, amely kezdetben 20 milliárd eurót biztosítana visszanemtérítendő támogatásként, derül ki a dokumentumból. Magánbefektetők hozzájárulásával ezt követően akár 100 milliárd eurót is mozgósítanának, ami Ukrajna azonnali szükségleteinek mint egy felét fedezné. A Pénzt elsősorban az infrastruktúra, például a hidak, a víz és energiaellátás helyreállítására is fel lehetne használni. A támogatási alap létrehozását Ukrajna újjáépítésének a finanszírozásához az Európai Bizottságnak és az uniós tagállamoknak még jóvá kell hagyniuk.